Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója április 27-én, Kazincz Barcika és a térség híreivel. Lássuk a legfontosabbakat, először röviden. Utánpótlás. Új műfüves futballpálya épül a KSK-n. Polimer 1. Robbantásos technológiával bontották le a korszerűtlen épületet. Sakk. Első alkalommal rendezték meg a Color City Open utánpótlás rapid egyéni és csapatsakk versenyt. Munkaterv szerinti ülést tartott Kazincz Barcika város önkormányzatának képviselő testülete április 27-én. A városatyák többek között elfogadták a polgármesteri hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámolóját, döntöttek a civilek és a sportegyesületek 2017. évi támogatásáról is. Az ülésről bővebb összeállítást április 28-án pénteken 18 órától a Testületi Napló című műsorunkban láthatnak, valamint a Color Hét május 5-i lapszámában olvashatnak. Újabb műfüves pálya épül a Kazincz-Barcikai Sportközpont területén. Az új létesítmény várhatóan június végére készül el, és a KBSC utánpótlás nevelését segíti a jövőben. Munkagépek dolgoznak a KSK-n. A terület most leginkább egy holdbéli tájra emlékeztet. Rövidesen azonban gyerekek focizhatnak itt egy új műfüves pályán. A munkálatok egy bő hónapja a korábbi kisméretű futballpálya elbontásával és a tereprendezéssel kezdődtek. Utóbbi során körülbelül 10 000 méter földet mozgatott meg a kivitelező ahhoz, hogy a szabványos műfüves pályához rendelkezésre álljon a megfelelő terület. Gulyás Tibor, a KBSC FC Kft. Ügyvezetője a KVTV-nek elmondta, a fejlesztésre nagy szükség volt, mert a jelenlegi utánpótlás nevelésre használt pálya kevésnek bizonyult. A fejlesztés egy sikeres TAO-s pályázatnak köszönhetően valósulhat meg, várhatóan június végéig. Ez a munka egy 2014-ben elnyert TAO pályázat véglegesítése, tehát a pályázati forrásból elnyert munka befejezése. Ez 2017. június 30-ig kell, hogy elkészüljön. És gyakorlatilag egy nagyméretű műfüves pálya kerül megépítésre, amelyet részben TAO forrásból, részben önkormányzati forrásból építünk meg. Ennek a pályának a nettó beruházási összege közel 170 millió forint. Nem ez az egyetlen fejlesztés, amit a KBSC a közeljövőben megvalósíthat. A klub ügyvezetője elmondta, a csapat MB3 keleti csoportjának tabelláját szinte az egész jelenlegi szezonban vezette, ezért a jövő évre MB2-es licenc kérelmet adott be a klub. Az MLS szigorú feltételeinek megfelelő pályával azonban jelenleg nem rendelkeznek a kék-sárgák. Az már köztudott, hogy egy hosszú távú fejlesztési programban vagyunk benne. A 16-17-es TAO programban elnyertünk közel 300 millió forintot, plusz ugye 100 millió forint önerőt egy vadonatúj stadion kiépítésére. A klubvezető kiemelte, a munkák során első lépésben a régi centerpálya, amelynek gyepszőnyege már korábban megújult, mellé épülhetnének meg a lelátók, a beléptetőrendszer, a szükséges felszerelések és parkolók, második körben pedig az öltözők és egyéb kiszolgáló létesítmények. A pályafejlesztés várhatóan 2018. júniusára készülhet csak el, így a kék-sárgák a következő szezonban várhatóan Putnokon vagy Tiszaújvárosban játszhatják hazai mérkőzéseiket. A rendőrség napja alkalmából tartott ünnepi állománygyűlést a Kazincz-Barcikai Rendőrkapitányság április 21-én. Az eseményen több rendőr és rendőrségi munkatárs kapott elismerést. A rendőrnapi rendezvényen jelen volt Szaniszló János, a Kazincz-Barcikai járási hivatal vezetője, dr. Mecser Tamás rendőrezredes főtanácsos, dr. Toldi Tóth Gábor, a Kazincz-Barcikai rendőrkapitányság vezetője, dr. Márton Csaba, a bűnmegelőzési és vagyonvédelmi alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint több környező település polgármestere. A Kazincz-Barcikai kapitányság vezető a KVTV-nek elmondta, április 24-ét, vagyis Szentgyörgy napját 1992-ben nyilvánította a rendőrök napjává a kormány, amelyet az országgyűlés törvényben erősített meg.
Egy esztendőben egyetlen egy olyan nap van, amikor valamilyen szinten saját magunkat ünnepelhetjük meg, és a munkatársaink részére tudunk elismeréseket továbbítani, illetve átadni. Ez a jelentősége a mai napnak a Kazincbarcki rendőrkapitányság életében. Az ünnepi köszöntőt követően elismerő okleveleket osztottak ki több kategóriában. A Kazincbarcikai járás évrendőre címet vezetői kategóriában Bácsik Sándor rendőralezredes, bűnügyi kategóriában Lőkös István címzetes rendőrszázados, illetve rendészeti kategóriában Procner Krisztián rendőrtörzszászlós kapta. A rendőrség napja alkalmából főkapitányi dicséretben és jutalomban részesült Szabó Piroska címzetes rendőrzászlós, melyet dr. Mecser Tamás rendőrezredes adott át. Bánhorváti község képviselőtestületek kiemelkedő munkája, valamint a település közbiztonságáért tett szolgálatáért jutalomban részesítette Holló Péter címzetes rendőrfőtörzszászlóst. A bűnmegelőzési vagyonvédelmi alapítvány Fodor Gyula címzetes rendőrőrnagyot, Lőrinc Jánosné, Filó Tímea és Szerencsi Andrásné közalkalmazottakat jutalomban részesítette. Az ünnepi állománygyűlés végén adták át az Anga András emlékplakettet, melyet idén dr. Mecser Tamás rendőrezredes vehetett át. Robbantásos technológiával bontották le április 21-én a Borsodkem egykori Polimer 1 üzemépületét. Az épületet hosszú ideje nem használták, csak a vászszerkezet maradt meg belőle. Klement Tibor, a Borsodkem ZRT környezetvédelmi igazgatója, a KVTV-nek elmondta, a bontás szükséges volt, hiszen a romos épület látványként sem volt esztétikus, és biztonságtechnikai kockázatot is jelentett. A robbantás során keletkezett törmeléket egy környezetvédelmi projektjük során fogják felhasználni. A Polimer 1 bontásával felszabadult terület a későbbiekben új beruházás helyszíne lehet. A régi zajteret fogjuk rekultiválni, és ehhez egy utat építünk azért, hogy a városon kívül tudjuk a rekultivációt elvégezni. Ehhez az útépítéshez fogjuk felhasználni az itt újra megőrült betont, tehát egy fenntarthatósági szempontot is követ a Borsodkem azzal, hogy az itt most felrobbantott anyagokat újra hasznosítja, és nem új anyagokat használ föl. Ez egyre fontosabb szemlélet, nem csak a mi vállalatnál, hanem világszerte, úgyhogy ezt a nyomvonalat követve mi is így cselekszünk. Egressy Bénire, a város híre szülöttére, a szózat megzenésítőjére emlékeztek a Kazincbarcika alsói református templom kertjében április 22-én. A zeneszerző 203 évvel ezelőtt, április 21-én született Sajó Kazincon, majd a Kazincbarcika alsói református templomban keresztelkedett meg. A templomkertben található Egressy Béni emlékoszlopnál Kazincbarcika város önkormányzata, a Barcika Art Kft., az Egressy Béni Városi Könyvtár, a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a Református Egyházközség képviselői helyezték el az emlékezés világait. Az ünnepségen közreműködtek a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai. Senior sportkavalkád címmel szabadidős programot tartottak az Új Kazinci Baráti Kör szervezésében április 23-án a Domboszkó Sportközpontban. A rendezvényen csaknem 300 szépkorú vett részt. Különféle jelmezekbe bújt szépkorúak bevonulásával kezdődött az első senior sportkavalkád Kazincbarcikán. A tavasz köszöntő eseményen elsőként Kálmán Vilmosné, az Új Kazinci Baráti Kör vezetője mondott beszédet, amelyben a rendezvény ötletéről szólt. Majd Seres Otto, a létesítmény vezetője, ezt követően Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A programot Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. A vetélkedőre a környező vidéki településekről és Kazincbarcikáról csaknem 300-an érkeztek, akik szellemi és sportos csapatversenyeken vettek részt. Rendkívül jó ötletnek tartom, hiszen ahhoz, hogy ne veszítsük el frissességünket, mozgásképességünket, teljesítőképességünket, és ezt a fitséget, amit meg kell őrizni nyugdíjas korunkra is, ehhez szükség van arra, hogy ilyen rendezvények legyenek. Az egész napos programon az idősek különféle sportágokat is kipróbáltak, és a helyi civilek életével is megismerkedtek. Mindenféleképpen először is kiemelném az Új Kazinci Baráti Kört, aki egyébként ebben markáns és oroslán szerepet vállalt arra, hogy ez a mai nap rész létrejöjjön, és számtalan támogató, aki egyébként ezt a sok boldog szeniort figyelheti, követheti a mai napon,
akik egyébként számtalan sport eseményen vesznek részt, ami azt gondolom, hogy azért fontos, mert a mindennapi testnevelésről, az, hogy a gyerekek kevesebbet mosognak, nagyon sokat beszélünk. De az, hogy egyébként egy bizonyos kor után elérvén mondjuk a szép kort, még mindig mennyit lehet mozogni, még mindig közösségben egyébként mennyire jól érezhetik magukat az emberek, azt itt ez a mai nap meg fogja elmutatni, azt gondolom. A sportkavalkád táncos mulatsággal és eredményhirdetéssel zárult. Idén is megrendezték a Szakmák Éjszakája című programsorozatot az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Szakképző Iskolájában és Kollégiumában. A program célja az volt, hogy bemutassák a képzési palettát az érdeklődőknek. Hajkészítés, felszolgálás, autószerelés vagy éppen CNC-esztergálás, ilyen bemutatókon is részt vehettek azok, akik kilátogattak múlt pénteken a Surányiba a Szakmák Éjszakája című rendezvényre. A programot tavaly rendezték meg először azzal a céllal, hogy játékos, érdekes formában mutassák be a szakképzési centrumok képzési palettáját. Megyénkben mindhárom, vagyis a Miskolci, az Encsi és az Ózdi centrum is csatlakozott a programokhoz, utóbbi tagintézményeként működik a Surányi is. Örülök annak, hogy változatlanul mi is tagjai lehetünk ennek a rendezvénynek, ebből következik, hogy egy országos rendezvény zajlik a mai napon mindenütt, a 44 centrumban, hisz a 44 centrum irányítja a szakképzést ma Magyarországon közvetve. Én azt hiszem, hogy minden intézmény, így mi is, az alapvetően a szakgimnáziumi képzésben és a szakközépiskolai képzésben meglévő szakmáinkat szeretnénk népszerűsíteni, bemutatni, de nem csak ez a célja, hanem az is, hogy ráirányítsuk arra, nem kell kicsi tényre a figyelmet, hogy előbb-utóbb minden embernek egy jó szakmát választani kell. Az intézményvezető hozzátette, a programra nem csak a középiskolába készülő diákokat várták, hanem a felnőtteket is, hiszen a szakképzési centrumokban második éve működik felnőtt oktatás is. A szakember utánpótlást elősegítő rendezvényt a sikerre való tekintettel a tervek szerint jövőre is megrendezik. Közösségi napot szervezett a Barcika Park Nonprofit Kft. A Herbolyai bányatavaknál április 22-én. A programra a városrészen élőket, a horgászokat, valamint a halőröket várták a cég munkatársai. Az eseményen Szitka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester köszöntötték a megjelenteket. Az alpolgármester elmondta, nagyon örül, hogy egyre többen szépítik ezt a városrészt. A közösségi nap keretében horgászállásokat alakítottak ki a résztvevők, és tégeket is kihelyeztek az ifjúsági túra. Első Color City Open névvel utánpótlás rapid egyéni és csapat sakversenyt rendezett a Borsodabói Zemplén megyei sakszövetség és Kazincbarcika város önkormányzata április 22-én. A megmérettetésnek a Meze István Művészeti Központ adott otthont, ahol elsőként Molnár Zoltán, a Kazincbarcikai Városi Sakklub elnöke, majd Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötték a megjelenteket. A verseny megnyitóján Galkó Tibor, a Borsodabói Zemplén megyei sakszövetség főtitkára egy sakktáblát nyújtott át az alpolgármesternek. Szinte sorozatban minden polgármester az, aki belép, egy intarziás, nagyon szép fa táblát ajándékozunk a polgármester úrnak. Hát ő, tudjuk, sportbalesete van már elég régóta, rehabilitációban most már. Légy szíves, akkor átadni neki és tanulunk meg sakkozni. Köszönöm szépen. Majd a technikai információkat és a szabályokat a főtitkár és Kristóf Péter nemzetközi versenybíró ismertették. Az eseményen elhangzott, ezzel a versennyel csatlakozik a helyi önkormányzat és a megyei sakkszövetség a Chess in the City 2017 elnevezésű rendezvény sorozathoz. A rapid sakkversenyre kölyök, serdülő és ifjúsági korcsoportokban csak nem 60-an neveztek. A legjobbakat a bírók kupával, éremmel és oklevéllel, valamint értékes ajándékcsomagokkal jutalmazták. A verseny végeredményéről a Color Line-on olvashatnak. Regionális atlétika versenyt rendezett a Magyar Speciális Olimpia Szövetség április 22-én a Kazincbarcikai Sportközpontban. A megmérettetésen csaknem 80-an vettek részt.
Gyülekeznek a futópályán a regionális atlétika verseny résztvevői. Ilyen jellegű megmérettetést néhány hete, azelőtt pedig több mint 10 évvel ezelőtt szervezett a Magyar Speciális Olimpia Szövetség Kazincbarcikán. A versenyről magáról annyit kell tudni, hogy a speciális olimpiának van egy olyan specialitása, hogy úgynevezett divízió elmélet szerint versenyzünk. Az azt jelenti, hogy kétszer versenyeznek a sportolók. Az első körben végzünk egy felmérő versenyt. A felmérő verseny után mindenki, nem csak a legjobbak, hanem mindenki részt vesz a döntőben a saját képességének megfelelő csoportban. A rendezvényen Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte a versenyzőket. A sporteseményre Budapestről, Tiszakécskéről és Putnokról mintegy 80-an érkeztek, akik futás, gyaloglás, minigerejhajítás, súlylökés, kislabdadobás, távolugrás és helyből távolugrás versenyszámokban mérették meg magukat. A regionális atlétika versenyre több korosztály is nevezett, a legfiatalabb versenyző 9, a legidősebb pedig 55 éves. A szövetségnek, a speciális olimpia szövetségnek az a jelmondata, hogy enged, hogy győzzek, de ha nem győzhetek, hadd küzdjek bátran. És ennek a szellemében próbálunk mi minden alkalommal a versenyeinket megszervezni, lebonyolítani, és nagyon fontos az, hogy a versenyzők úgy távozzanak tőlünk, hogy mosolyogjanak. A verseny célja a speciális olimpia mozgalom és az atlétika népszerűsítése, valamint a tapasztalatszerzés volt. Idén is várja az önkéntesek jelentkezését az 5. Color Fesztiválra a Balci Kart Kft. Az ország legszínesebb összművészeti programsorozatára minden korosztályból azokat a jelentkezőket várják, akik szeretnének részt venni az 5. Color Fesztivál programjainak szervezésében és lebonyolításában, és részesei lenni annak a közel egy hónapon át tartó bulinak, amit a rendezvény kínál. Önkéntesnek jelentkezni egészen május 10-ig lehet e-mailben, vagy a Color City weboldalról letölthető jelentkezési lapon. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Utánpótlás. Új műfüves futballpálya épül a KSK-n. Polimer 1. Robbantásos technológiával bontották le a korszerűtlen épületet. Sakk. Első alkalommal rendezték meg a Color City Open utánpótlás rapid egyéni és csapatsakk versenyt. A KVTV híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb jövő csütörtökön, a megszokott időpontban várom Önöket. Műsorainkat, híreinket a Colorline-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.